Együttműködést és zöld várost ígért az Euronews-nak adott interjújában Budapest új főpolgármestere, aki az ellenzéki pártok közös jelöltje volt. Kérdés, hogyan lehet képviselni a mindennapokban egy annyira széles politikai összefogást, amely révén ő győzni tudott. Valójában a budapestiek szavazatai döntöttek, nem is arról beszéltem a kampányban, hogy az ellenzék jelöltje vagyok, hanem arról, hogy a budapestiek jelöltje vagyok a hatalom embereivel szemben, hiszen az elmúlt közel tíz év politikája az arról szólt, hogy a kétharmados alkotmányozó többséggel bíró Fidesz hogyan számol föl minden hatalmi ellensúlyt az alkotmánybíróságon keresztül, a szabad sajton keresztül, és hogyan szűkíti az önkormányzatoknak a, a Zöld programja összhangban van az uniós fejlesztési elképzelésekkel, de szerintem nem csak ezért jó lehetőség Budapestnek. Azt hangsúlyozza, hogy a fenntartható gazdaság és társadalom kialakítása egy gazdaságélénkítő folyamat, így hozadékai ellensúlyozzák a váltás anyagi terhét. Budapest a klímaváltozásnak nagy vesztese lesz, vagy lehet, és éppen ezért el kell indítanunk a, azt a folyamatot, hogy Budapest kivegye a részét a kirémavadázás elleni küzdelemből, és szeretnénk elérni azt, hogy a főváros 2030-ra akar most semleges legyen. Karácsony Gergely szerint a képviseleti demokrácia válságára nem válasz az erős kész politikája. Úgy gondolja, hogy ebben a helyzetben épp, hogy minél jobban be kell vonni az embereket a döntéshozatalba.